A két és fél kilométeres kerékpárút szakasz Paksnál a hatos útnál a kompozvezető vezető úttól indul, és kömlődnél a vasúti vágányon áthaladva a hatos úton egy átvezetéssel zárul. Több helyen keresztezi a vízügynek egy fenntartó útját, itt az árvízvédelmi töltés után ezeknél a keresztezéseknél megfelelő előrejelzések mellett korlátozó akadályokat telepítettünk az útra. Mintegy 11 korlátozó akadályt telepítettek az útra, melyek beszűkítik a két nyomvonalat egy nyomra. Ezek lelassítják a kerékpárosokat, mielőtt rátérnének a közútra. Mindenre baleset megelőzés szempontjából volt szükség, mondja a szakember. Illetve akadályozza a személygépkocsik ráhajtását a kerékpárú. Az induló szakaszon a kerékpárút mellett kialakított vízelvezetési árok többek között ezt a célt is szolgálja. A felmerülő hibákat még kiavítják, és várhatóan két hét múlva birtokba is vehetik hivatalosan is a kerékpárosok töltésen akár el lehet kerékpározni majd ezt követően Madocsáig, illetve Bölcskéig. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szabadidő hasznos eltöltése céljából is egy nagyszerű kerékpárutat sikerült átadnunk a paksiaknak, illetve a dunakömlődieknek. A beruházás bruttó 663 millió forintba került, ebből 540 millió forint topos pályázati forrásból érkezett. A kerékpárút hálózat kiépítése Makson tovább folytatódik, jelenleg a Gesztenyés úton folyik egy újabb szakasz kialakítása.